Lokkolj Eszterrel. Számunkra unikális dolog, hogy az egyetlen atomerőmű az országban nálunk van. Te tudod, kik dolgoznak ott? Ismered a szakmákat, kik szükségesek ahhoz, hogy minden nap feltölthesd az eszközeid? Ma is kivetted a hűtőből az üdítőt? Ismét megsült az ebéd? Ismerd meg Somodi Solymos Eszterrel a Paksi Atomerőmű dolgozóit. Lépd be műsorunkkal, és nézzük át együtt, kik szükségesek a működtetéséhez. Én blokkoltam. Blokkolj velem te is, minden héten szerdán a 11 órási hírek után. Tarts velem, hiszen ilyen csak nálunk van, Pakson. Blokkolj Eszterrel. Ismét jelen, és a Blokkolj Eszterrel következő epizódjába Szilágyi István anyagvizsgáló mérnököt invitáltam. Köszöntelek itt a műsorban. Szervusz Eszter, üdvözlöm a kedves nézőket és a hallgatókat. Hát az anyagvizsgáló, mint megnevezés, az sokaknak szerintem egy kicsit idegen lehet, mert nem feltétlenül tudják, hogy mit is takar ez pontosan. Mi a te feladatköröd bent az atomerőműben, mivel foglalkozol? Így van, nem mindenkinek esik le egyből, hogy tulajdonképpen mit is takar ez a szakma. Azt már az elején szeretném megjegyezni, hogy az osztályunk az két részre oszlik. Van egy roncsolásos rész, illetve egy roncsolásmentes rész. Ugye a roncsolásos részről azt kell tudni, hogy ott a vizsgálati tárgyon valamilyen mechanikai vizsgálatot végeznek el, ütőmunka, keménységmérés. A roncsolásmentes résznél pedig a vizsgálati tárgy semmiféle úgymond sérülés nem szenved, és én ezen a roncsolásmentes anyagvizsgálati részen dolgozom. És fontos kérdés ilyenkor, hogy ti pontosan hol is dolgoztok, melyik az a terület, ahol ti mozogtok, és oda hogyan tudtok bejutni? Így van, tulajdonképpen a mi vizsgálatainkat azt leállások alkalmával végezzük el. Ezen belül is ugye a vizsgálati területünk, illetve hogy hol dolgozunk, az a primerkör. Ugye itt a roncsolásmentes részen van kettő darab csoport, az egyik az a reaktor, és gépi ultrahang csoport, aminek én is a tagja vagyok, a másik pedig a főberendezés csoport. És mind a két csoport a vizsgálatait a primárkörben leállás alatt végzi. Ugye ez nem azt jelenti, hogy leállásokon kívül nekünk nincs munkánk, igenis van munkánk, sőt, például leállás előtt egy-másfél hónappal mi már elkezdünk készülni a leállásokra. Ugye végig gondoljuk tulajdonképpen azt, hogy milyen vizsgálataink lesznek, illetve a vizsgáló berendezéseinket is felkészítjük az adott vizsgálatokra, illetve például a reaktor és gépi útrangos csoportnak vannak vizsgálat minősítései, amik tulajdonképpen kitöltik az egész évet. Ugye ezek leállásokon kívül mennek. A másik fontos dolog, amit meg szerettem volna még említeni, az, hogy leállásokon kívül ugye nekünk fontos az is, hogy minél precízebben, pontosabban menjenek a vizsgálataink. Ez azt jelenti, hogy ezekre a vizsgálatokra készülni is kell, gyakorolni kell rá több okból kifolyólag is. Az egyik legfontosabb az, hogy tartani kell például az ütemezést, tehát időre kell, hogy a vizsgálataink lemenjenek, hiszen más szervezetektől is függünk, és más szervezetek is függenek tőlünk. Ez azt jelenti, ha mi esetleg nem végezzük el időre a vizsgálatainkat, akkor a következő szervezet nem tudja átvenni, nem tudja elkezdeni, és ez esetleges csúszásokhoz vezethet. A másik pedig, mivel vannak olyan vizsgálati helyek, ahol elég magas dózisok vannak, ezért azokat a vizsgálatokat, amik ilyen nagyobb dózisú helyeken történnek, ugye gyakoroljuk annak érdekében, hogy minél pontosabban, gyorsabban tudjunk végrehajtani egy vizsgálatot, illetve nem is a vizsgálatot, hanem a vizsgálatnak az előkészítését, a berendezéseink telepítését. Ha jól értelmezem, akkor tulajdonképpen nektek két ágra szakad akkor a munkavégzésetek, és nem feltétlenül ugyanúgy dolgoztok. Tehát a leállásokkor akkor a munkabeosztásotok esetleg változik. Így milyen van az alaphelyzet, amikor így dolgoztok? Hát, műszakoztok? Nem. Alapjába véve egy műszakban dolgozunk, rugalmas munkaidőben, 6-tól 2-ig. Leálláson ez megváltozik, átmegyünk két műszakba, 12 órás műszakokra. Tehát van egy nappal és van egy éjszakás műszak, jelenleg is ez
folyik, ugyanis pont éjszakából jövök, ugye reggel 6-kor végeztem, kicsit aludtam és jöttem ide. És még egy éjszakánk van vissza ebből a leállásból. Fiatal vagy, és hát nyilván a te szervezetedet még nem úgy terheli meg ez a műszakozás, de egyébként milyen az átállás, amikor kipróbálod a műszakosok életét? Mennyire nehéz ezt lekövetni, és a család miként tud ehhez igazodni? Tehát én úgy gondolom, hogy én elég jól megbirkózok ezzel, ha bár nem vagyok egy jó nappali alvó, viszont az a szerencsém, hogy nekem elég 3-4 óra alvás, illetve délután egy kis siesta. Az is fontos kérdés ilyenkor, hogy akik ti ott bent anyagvizsgálóként dolgoztok, hogyan kerültök oda, milyen képzettség szükséges, vagy milyen úgymond tanfolyamokat biztosít az atomerőmű ahhoz, hogy ehhez a speciális területhez úgymond értsetek? Igen, tehát alapvetően nekünk minősítéseink vannak. Az anyagvizsgáló szakmát tekintve 3 minősítési szint van. 1-es, 2-es és 3-as. Az egyes minősítés megszerzéséhez érettségi bizonyítvány szükséges, és vannak bizonyos időkorlátok, amiket el kell tölteni a területen, illetve szakmai tapasztalatot kell szerezni ahhoz, hogy 2-es szintre léphessünk. Abban az esetben, hogyha valakinek releváns értelmez alatt a műszaki végzettsége van, akkor egyből kezdhet a 2-es szinttel. Nyilván vannak jogosultságok, amik a szintekhez köthetők. Ez azt jelenti, hogy egy 1-es szintű anyagvizsgáló elvégezheti a vizsgálatot, egy 2-es szintű anyagvizsgáló már értékelheti is a vizsgálatot. Hogyan képzeljünk el téged? Korábbról is ismerlek, jól tudom, hogy paksi fiatal vagy. Hogyan kerültél az atomerőműhöz? Miért is tartottad ezt megfelelő kihívásnak, hogy akkor itt végezd a munkádat? Hát igazából én ózdi születésű vagyok, és édesapám került annak idején Paksra, és hát követtük őt, édesanyámmal, illetve a nővéremmel édesapám után jöttünk, aki szintén anyagvizsgáló volt, tehát ugyanezen az osztályon dolgozott, úgyhogy elmondhatom, hogy nekem érzelmi kötődésem is van az anyagvizsgálati osztályhoz. Sőt, a mai napig dolgozok olyan kollégákkal, akikkel annak idején édesapám is dolgozott. Hogyan képzeljük el, hogy említed is, akkor különböző generáció dolgoztok együtt. Egyébként milyen a csapat egyszerre, hány fő és hol találkoztok? Szoktatok esetleg csapatösszetartó tréningeket is tartani? Én úgy gondolom, hogy jó viszonyban vagyunk egymással. Én kicsit hiányolom ezt a csapatösszetartásos dolgot. Én örülnék annak, hogyha több ilyen csapatösszetartó buli lenne, ezen lehetne egy kicsit változtatni, de egyébként alapvetően jó a hangulat, attól függetlenül, hogy különböző korosztályok dolgoznak együtt. Neked a te szakmádban egyébként mit tartasz a legnagyobb kihívásnak, mivel kell nap mint nap megküzdened? Hát ugye, tehát ez egy rendkívül összetett szakma, és több év szükséges ahhoz, hogy az ember igazán értsen ahhoz, amit csinál, tehát maga az anyagvizsgálathoz. És nekem tulajdonképpen egy állandó kihívás az, hogy minél jobbá váljak az anyagvizsgálat területén. Hát akkor mi más mondhatnék, hogy azt kívánjam neked, hogy akkor ezt a vágyadat teljesítsd, és akkor sok sikert kívánunk a további munkához, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szívesen örülök, hogy meghívtatok. Ma is többet tudtunk meg a Paksi Atomerőmű munkavállalóiról. Blokkoljunk együtt! Tarts velem jövő héten is, és ki tudja, még az is lehet, hamarosan te is blokkolsz. Blokkolj Eszterrel!